Köszöntöm nézőinket, Önök a Bonyhádi magazint látják, következzen egy rövid tartalomjegyzék. Naptár készült a hulladékszállítás menetrendjéről, 150-nél is több pályamunka érkezett be a rajzversenyre, képek Bonyhád történetéről egy érdekes kiállításon. A német nemzetiségűek elhurcolásának 75. évfordulójára emlékeznek Bonyhádon. Kiadvány készült a Perccel Kúria növényvilágáról. Naptár készült a hulladékszállítás menetrendjéről, mely hamarosan minden bonyhádi háztartásba eljut. A szemétszállítás alapvetően önkormányzati feladat, így a következőben részletes tájékoztatást kapnak arról, milyen módon történik ez az idei esztendőben, hova lehet elhelyezni mindazt, amire már nincs szükség. A jogszabályi előírás szerint a lakosságnak továbbra is szelektíven kell gyűjteni mindazt, amire már nincs szüksége, elkülönítve a kommunális hulladékoktól, mondta Kaiser Mária, a Bonyhádi Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi referense. Az elszállítás ideje Bonyhád minden utcájában meghatározott napokon történik. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy két hetente házhoz megy a közszolgáltató. Két hetente csütörtökön, illetve pénteken szállítják el a szelektív hulladékot, továbbra is a rendszeresített 120 literes gyűjtőedényzetben kell ezeket a hulladékokat gyűjteni. Ha valakinek nem elég az otthon lévő kommunális hulladékgyűjtőedényzet mérete, illetve plusz hulladék a keletkezett, akkor az önkormányzat épületében található a Délkom ügyfélszolgálati irodája itt vásárolhat erre rendszeresített zsákot, és a zsák megvásárlásával gyakorlatilag fizeti a többlet hulladéknak a kezelését, illetve elszállítását is. Ebben a zsákba beleteszi a többlet hulladékot, kihelyezi a hulladékszállítás napján, és a közszolgáltató ezt el fogja szállítani. Abban az esetben, ha valaki nem folyamatosan használ egy ingatlant, akkor a használatbevételi időszakra kell igénybe venni a kötelező közszolgáltatást. A lakóknak minden esetben maguknak kell gondoskodniuk arról, hogy a szemétszállító edények kikerüljenek a kerítéseken kívülre. Az ingatlan tulajdonosnak elsősorban saját ingatlanán belül kell tárolnia a gyűjtőedényzetet, és a szállítást megelőző napon este 6 órától, illetve a szállítás napján reggel 6 óráig kell kihelyeznie a hulladékgyűjtőedényzetet, majd a szállítást követően még a szállítás napján be kell vinni saját ingatlanra a hulladékgyűjtőedényzeteket. Zöld hulladékot elsősorban mindenki a saját ingatlanán köteles, illetve lehetőségeihez mérten komposztálnia kellene, de természetesen biztosítja a közszolgáltató a házhoz menő zöld hulladékszállítást is. Ez április végétől nagyjából november végéig terjedő időszakban két heti, illetve havi rendszerességgel szállítják el a zöld hulladékot a közszolgáltató. Biztosan minden ingatlanban felhalmozódik olyan hulladék, mely nem tehető ki a kukák mellé. A lomot használhatja a Gyár utca végén található hulladékudvarban, továbbá festékes vödrök, bizonyos veszélyes anyagok, gumiabroncsok és bizonyos mennyiségi építési törmelék is leadható a hulladékudvarban az év minden napján, illetve egy nyitvatartási időben. A hulladékszállítási menetrendről készül egy naptár is, amit a lakosok január végén kaphatnak majd készhez a hulladékszállítási számla mellékleteként, de megtalálható lesz majd a város honlapján is. Ennek segítségével nyomon lehet majd követni, hogy a szolgáltató mikor, milyen szállításokat ütemez be, és ehhez igazodva lehet majd a különböző hulladékokat kihelyezni. Általános és középiskolás diákok vettek részt a Vas Albert rajzpályázaton, ahol az Írók tavak és erdők könyve, illetve a Csoda szarvas című mondája alapján alkották meg a pályamunkáikat. Idén is nehéz dolga volt a zsűrinek, hiszen a 166 beérkezett rajz közül kellett a legjobbakat kiválasztani. 17 éve hirdeti meg a Vas Albert törzsasztal és a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ az alkotói pályázatot, amin minden évben lelkesen vesznek részt a diákok. Thank you.
A Bonyhádi Bartók Béla Zeneiskola népzene tagozatos diákjai muzsikának a Vas Albert mese illusztrációs rajzpályázat díjkiosztó ünnepségén. A hagyományokhoz híven a Vörös Marti Mihály Művelődési Központ és a Vas Albert Törzsasztal tavaly évben is meghirdette a rajzpályázatot, aminek az eredményhirdetése 2022. január 8-án volt. Minden évben általános és középiskolás diákokat invitálnak az író művei alapján alkotott rajzversenyre. A téma a tavakkönyve és az erdőkönyve mesegyűjtemény volt, a kötetekben található mesékhez kapcsolódóan várták a rajzokat, tetszőleges technikával elkészítve. Szabó László, a Vas Albert Törzsasztal alapítója elmondta, hogy már 17 éve emlékeznek meg az író születésének évfordulójáról ebben a formában. 2005 óta rendszeresen minden évben megemlékezünk Vas Albert születése napjáról, és ehhez kapcsolódik most már sok éve egy olyan gyermekrajz pályázat, amely keretében a gyerekek Vas Albert meséit, illetve mondáit jelenítik meg a rajzpapíron, és ebből nyílik ma este a kiállítás. Hát most rendhagyó módon a Művelődési Ház előcsarnokának az ablakain láthatók ezek a képek az utcáról, de hát sajnos ilyen időket élünk, úgyhogy alkalmazkodnunk kell a körülményekhez. A rajzpályázat az eddigiektől eltérően rendhagyó módon zajlott. Erről is beszélt Szabó László. Korábbi években itt a Művelődési Házban egy helyben rajzolás volt, fönt az emeleti teremben. Hát 100-nál több gyerek rajzolt itt egy időben. Itt helyben készítették el a rajzokat, de hát most ez sajnos nem lehetséges, úgyhogy most az eleje az változatlan, tehát a meghirdetés változatlan, csak hogy most odahaza vagy az iskolában készítik el a rajzokat, és küldik be ide a Művelődési Házba az elkészült pályaműveket, és aztán egy zsűri választja ki a legjobbakat, és hát a mai napon lesz a legjobbak díjainak az átadása. A zsűri nehéz helyzetben volt, mert rengeteg rajz közül kellett a legjobbakat kiválasztani. Alsós, felsős és középiskolás kategóriában hirdettek első, második és harmadik helyezést, amelyeket oklevéllel és ajándékutalvánnyal díjaztak, illetve 24 külön díjas alkotást is méltattak, nekik emléklappal és ajándékutalvánnyal kedveskedtek. Az idén tudomásom szerint 166 rajz érkezett be. Hát sajnos nem tudtuk felülmúlni a tavalyi évet, tavaly 181 pályamű volt, de hát úgy látszik, hogy azért a pandémiának van jó hatása is, mert a gyerekek nagyobb intenzitással, tehát az otthoni bezártság vagy a mozgás hiánya miatt nagyobb otthonmaradás következtében szívesebben leülnek a rajzasztal mellé és küldik be a pályaműveket. Túl a tetőkön, dárdás fenyőkön, zöld diadémon pára lebeg. Sűrű vadonban, halkan, titokban, fenyőóriások könnye pereg. Néma a szikla, kristálypatakja jeges páncélban tompán zubog. Mogorva ormon nincs rododendron, csak sötét árnyak, tantaluszok. A díjátadó ünnepség végeztével a Művelődési Központ parkjában felállított Vas Albert szobornál folytatódott a megemlékezés, ahol Füleki Zsófia szavalta el az író Tél című költeményét, majd Tóth Bence történelem földrajzszakos tanár mondott ünnepi beszédet. Hiszen jöhettek a magyarság elmúlt évezredeiben akármilyen ellenségek. Próbálhatták a magyarságot kiirtani, feldarabolni, elnyomni, megtörni. Végül pedig a szobornál elhelyezték az emlékezés virágait.
Bonyhád Annó címmel nyílt történeti fotókiállítás a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A felvételek visszaidézik a régi korok minden napjait, embereit, közösségeit. Kaiser Otto fotográfus azt mondta, hogy a fotográfiát nevezhetjük korunk népművészetének. Régen mindenki dudolt és táncolt, ma mindenki fényképez. Ez nem probléma, hiszen legalább van miből meríteni. A habkartonra kasírozott nyomatok az Üdvözlet Bonyhádról című kötetből, illetve egyéb jó részt a 20. század első féléből származó fotokból, képeslapokból állnak. Az 50 felvételt felvonultató kiállítást örömmel szemlélik a Művelődési Központban látogatók, hiszen fotográfiai és helyismereti szempontból is érdekes, egyben nosztalgikus élményt nyújtanak a múlt századi felvételek. A tárlat látképeket, ikonikus tereket, épületeket és utcákat mutat be, de az iskolák, templomok, híres személyek, valamint csoportképek, közösségek is helyet kaptak a gyűjteményben, minden esetben rövid, szöveges leírás kíséretében. A közösségi médiában fénykorát érik a régi képeket bemutató oldalak és csoportok. Bonyhád vonatkozásában több ilyen virtuális közösség is szerveződött már ezen tematika mentén. A Nemzeti Kulturális Alap felhívására benyújtott pályázat célja az volt, hogy az érdeklődők a fizikai térben is találkozhassanak ezekkel a képekkel, mondta Lukács József, a kiállítás szervezője. A tárlat adott esetben bővíthető, hiszen Bonyhádról és a bonyhádi emberekről készített felvételek tárháza gyakorlatilag végtelen. A Bonyhád annó kiállítás viszont így limitált kiadásban is izgalmas ízelítőt nyújt a város múltjából. A kiállítás január 28-áig tekinthető meg a Művelődési Központ előterében. Minden évben országosan január 19-én emlékeznek meg a német nemzetiségűek elhurcolásáról. Idén Bonyhád adott honnan az országos megemlékezésnek, ahol a tavaly évben már elkészült és felállított emlékművet is felavatják ünnepélyes keretek között. Már tavaly elkészült ez az emlékmű, amit az elhurcolt és internált német nemzetiségű lakosok emlékére állítottak Bonyhádon. 2012-ben hozott a Magyar Országgyűlés határozatot arról, hogy január 19-ét a magyarországi németek hivatalos emléknapjává teszi. Azért ezt a napot, mert ezen a napon Budaörsről hurcolták el az első németeket. Ekkor indultak a vagonok Nyugat-Németországba, a településről több mint 8000 embert vittek el ezen a napon. És utána az egész országban folytatódott ez a kitelepítés. Bonyhád lakosságának több mint felét elvitték, tette hozzá Kochlerné Koch Ilona. Az 1941-es népszámlálási adatok szerint Tolna megyének durván 170 ezer lakosa volt, és ebből 70 ezer volt német anyanyelvű. Ha megnézzük a völgységet, itt a németek aránya még nagyobb, itt a 36 ezres lakosságból 28 ezer vallotta magát német anyanyelvűnek, és ha megnézzük akkor, vagy közelebbről megvizsgáljuk, akkor ez a szám még jóval nagyobb a német származásúak száma, ugyanis ekkorra már elég jelentős volt az asszimiláció, amikor már a következő generáció nem beszélte a német nyelvet, vagy nem olyan szinten, és nem vallották már magukat németeknek. Tehát országos szinten is Tolna megye nagyon súlyosan érintett ebben, és nem csak a kitelepítésben, hanem az elhurcolásban is. 1945. januárjában vitték el a német nemzetiségű munkaképes fiatalokat, nőket és férfiakat egyaránt Oroszországba munkatáborokba. Bonyhádon január 3-án dobolták ki, hogy gyülekezzenek a gimnázium épületében, és ott a bonyhádi és környékbeli német lakosokat gyűjtötték össze, majd gyalog hajtották őket Bajára, ahol bevagonírozták őket, és ugye tudjuk, hogy a legtöbben 5 év kényszermunka után térhettek haza, és közülük a 30% soha nem
térhetett a szülőföldjére. A völgységből körülbelül 2000 fiatalt hurcoltak el Szovjetunióba. Tolna megyéből ez az arány 4000 körül van, 4000 fölött. Tehát itt is a völgységi járás, ami igazán érintett ebben az elhurcolásban, és ezért is nagyon fontos nekünk, hogy emléket állítsunk. 2013. január 19-én emlékeztek meg országosan először a német nemzetiségűek elhurcolásáról, azóta az országban mindig máshol szerveznek ennek apropójából rendezvényt. Idén Bonyhád városa ad helyszínt az országos megemlékezésnek, erről is beszélt Köklerné Koch Ilona. Ebben az évben, vagyis már tavaly lett volna a 75 éves évfordulóra, itt Bonyhád adott volna helyet ennek a megemlékezésnek, és dr. Józan Jiling Mihály elnök úrnek volt az az ötlete, hogy jó lenne, hogyha egy emlékművet felállítanánk az elhurcolásnak, az előzetésnek és az internálásnak. 2022. január 19-én ad otthon Bonyhád ennek a megemlékezésnek. Délelőtt 10 órakor német nyelvű istentisztelettel kezdődik a katolikus templomban, majd ünnepi beszédet most Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, Potápi Árpád és Balogh Zoltán államtitkárok is. Megtiszteli a rendezvényt és igét hirdet a református, a katolikus és az evangélikus püspök is. Az istentisztelet után elsétálunk ide az emlékműhöz, és itt történik majd az emlékmű megáldása. A bonyhádi német énekkar is fog énekelni, valamint elhangzik egy német nyelvű, német és magyar nyelvű vers is, és ezután pedig átadjuk a Bonnhádel Nachrichten külön kiadását, amit erre a célra, erre az alkalomra készítettünk. A szobrot a Tolna megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Magyarország kormánya támogatásával állította. A Perccel Kúria önmagában a felújítást követően a város egyik ékessége. A parkban sétálva a látogató olyan növényeket fedezhet fel, melyről nem is sejtheti, hogy azok még találkozhattak a nevezetes dandátábornokkal is. A kert növényvilágával ismerteti meg az érdeklődőt az a kiadvány, melynek a napokban lesz a hivatalos bemutatója. Ennek a két fának a története az, hogy Perccel Bertalan, a katolikus kántornak az édesanyja, Perccel család utolsó leszármazottja, aki Bonyhádon élt, ő neki az édesanyja az ő elmondás szerint, tehát a Berti bácsi elmondás szerint 1925-30 között hozta ezt a nagyvilágú liliomfát Szombathelyről. És ezzel együtt, amikor ide ültette ezt, akkor ültette oda a katolikus templom elé is azokat a példányokat, kettőt, amely ott virágzik, és ezek pedig egy példány volt, csak így gyökérő kettőre sajra, és kettőnek látszik, de ez egy tél volt. Tehát így mondta el a Berti bácsi, ez Fazekas Juditnak, aki egy diplomunkát csinált a kertészeti főiskolájában, és ő neki bejárt hozzá, és ezt mondta el utolsó években, amikor még élt, és ez egy nagyon érdekes történet, hogy ez tényleg Perccel családhoz kötődő, mert ez egyetlen bizonyított, hogy ezt ők is ültették ide. A Perccel Kúria impozánsá varázslódott épületének kertje önmagában is számos botanikai érdekességet rejt. Akinek van ideje boklászni a növények között, a kertben felállított táblák segítségével számos különleges növényel ismerkedhet meg. Akiket pedig ezek történetei is érdekelnek, hamarosan újabb segédanyaggal lehet gazdagabb, hiszen napokon belül a közönség elé kerül egy kiadvány, mely ezeket foglalja össze. Ha összehasonlítjuk egy épületet és egy parkot, ilyen idős fákkal mindig található, hogy 100 év fölötti fák, akkor el kell rajta gondolkodni, hogy egy épületet, hogyha fölújítunk, mert hát olyan állapotban van, hogy föl kell újítani, vagy már lerobbant nagyon, vagy már ödöledezik, azt meg lehet csinálni egy-két év alatt. De hogy 150 éves fákat, azokat nem lehet átültetni és oda tenni, tehát ilyen szempontból sokkal értékesebb, mint egy műemléképület ott azok a fák, amik ott vannak mögötte. De hát ez csak egy nézőpont kérdése az egész. A könyv ötlete úgy jött, hogy 2 évvel ezelőtt én a Solymár Imre Város Könyvtár körüli parkol készítettem egy könyvet. És ugyanúgy Levovics Miklósnak a szerkesztőjével segítségével, a Völgység Természeti Egyesületnek tagjával, nagy szervező, és amikor ezt a
régi Pelszerkúria főutása került, olyan pályázatot nyert itt az önkormányzat, akkor merült fel bennem a kérdés, hogy akkor ennek a parkját is meg lehetne ugyanúgy írni könyvbe. A mostani kiadványnak van egy előzménye. 1985-ben a szerzők egy korábbi felhívásnak elegettéve feltérképezték a park növényvilágát. A Gúria kertje egyéb iránt 1975 óta helyi védettség alatt áll. A különlegessége abból adódik, hogy itt mint Pelszer hagyományok vannak Bonyhádon, és ez a park a Pelszer családnak az első a nagyobb parkja, ennek része megmaradt, ami hát az ő ideigből már parkként szolgált. Mert az épület, ez a kastély 1785 és 90 között épült, és gondolható, hogy először a parkot utána kezdték ott kialakítani, tehát vannak olyan fák, amik akkor még nem voltak, de már ugyanúgy a fafajok most is benne vannak, mint ezüsthárs, nagylevelű hárs, magyar kőr is, erdei fenyő, és amikor tehát vannak ilyen hagyomány az egészben, mert hát nyilvánvaló, hogy akkori időkben az emberek nem olyan egzotikus fákat ültettek még annyira mindenki a tehetőség kapcsán, hanem helyben előfordulókat, vagy valami közelben beszerezhetőket, könnyebben beszerezhetőket ültettek, és ezért is bizonyos értelemben egy akkori kornak az emlékei, hogy akkor miket ültettek. A parknak éppen úgy, ahogy manapság már abban az időben is reprezentációs szerepe is volt, úgy látszik az idő nem tudta ezt megváltoztatni. És ha abba is belegondolunk, hogy Pelszer tábornak gyerekkorában néhányuk tövében játszott, egészen másképp nézünk egy-egy idősebb példányra. Az igazság, hogy ez az egész parknak az eredeti kiterjedésének mindössze csak a 40%-a, ez az egy hektár, ami most van, hanem a többi az már korábbi évtizedekbe beépítése került, leszaptak belőle, ilyen, mint a járási bíróság épülete, vagy mögötte a munkásőrségnek volt az épülete, de az most a mentőállomás is, vannak lakótelepi házak, amik beépültek. És ugyanúgy másik oldalon is vannak kertes házak, amik beletelepedtek, és így mondom csak a 40%-a az eredeti parknak. És hát ezek a néhány fa akkor meghagyták, és a helyi védettségnek az alapja, hogy a legfésőbb időkig föl kell tartani ezeket az idős fákat, nem lehet teleket kialakítani, nem lehet ott más tevékenységet folytatni, ezeknek az életét kell szolgálja a park, ez a leírás a nagy vonalakban, és hát ezért aztán most reméljük, hogy felújítás után egy darabig megint szép lesz a park. Ha valakinek nehéz napja volt, vagy csak gyönyörködni akar, ajánljuk, sétáljon egyet a Percelek birtokán, vegye kezébe a kis kiadványt és gyönyörködjön. Vagy élvezze ezt a történelmi hangulattal átjárt milliót. Önök a Bonyhádi naplót látták, viszontlátásra!